Orbán Viktor Putyin pártisága miatt jelentősen fog növekedni az üzemanyagok ára, állítja a DK. A párt szerint hamarosan 25%-kal emelkedik a barátság kőolajvezetéken keresztül érkező orosz kőolaj tranzitdíja, ami jelentős drágulást hozhat az üzemanyagok árában. Vendégünk Arató Gergely. A DK képviselője, jó estét kívánok! Miért emelkedne a gázolaj meg a benzinára? Ja, az a helyzet, hogy általunk felhasznált üzemanyagnak, vagy akár fűtőanyagnak az ára az lényegében három dologtól függ. Van egy ára magának az olajnak, van egy jó nagy adótartalom, erre majd érdemes lesz később esetleg visszatérni, és a harmadik tétel az, hogy mennyiért kerül ez el egyébként az olajmezőtől Magyarországig. És az a helyzet, hogy Magyarország ma ebből a szempontból rendkívül kiszolgáltatott helyzetben van, mert miközben az összes egyébként hozzánk hasonló helyzetben lévő közép-európai ország is, vagy közép-kelet-európai ország is igyekszik minél inkább sokszínűvé tenni, sokirányúvá tenni az olajbeszerzési lehetőségeit, a Orbán kormány mereven ragaszkodik ahhoz, hogy kizárólag csak Oroszországból a barátságkő olajvezetéken hajlandó olajat venni, és emiatt mi rendkívül kiszolgáltatottak vagyunk annak, hogy ott milyen árakat számítanak föl, és hát ilyenkor jön az, hogyha nincsen verseny, nincsen választási lehetőség, akkor az eladó van diktáló helyzetben, és most éppen az derült ki, a szállítási díjakat 25%-ével megemelték, tehát jóval drágább lesz az, hogy az olaj eljusson Magyarországra. Ugye az a mondat az azért ebben a formában talán nem igaz, hogy semmit nem tesz a magyar kormány, mert hát a MOL saját közlései azért arról szólnak, hogy próbáltak minél nagyobb mennyiségben uráli olaj helyett mást is beszerezni. Ugye itt a Százhalombattai erőmű átalakítása, erőmű, a feldolgozó finomító átalakítása a kérdés. Igen, ugye ők azt mondják, hogy ez 3 év, miközben minden szakember azt mondja, hogy néhány hónap. Ráadásul hát van példa. Lengyelországot egyébként az oroszok egyszer levágták a barátságvezetékről, mert megharagudtak rájuk. Ennek következtében nekik muszáj volt átállítaniuk az olajiparát alapvetően a tankhajókon érkező kisebb mértékben Norvégiából vezetéken érkező olajra, és meg tudták oldani. Szóval, hogy ez elszántság meg akarat kérdése, de még egyszer mondom, itt nincsen ebben racionális gazdasági számítás. Emögött kizárólag az a szándék van, hogy a magyar kormány ragaszkodik ahhoz, hogy fenntartsa az Oroszországtól való függőséget. Na de ennek csak akkor van értelme, hogyha sokkal olcsóbban kapjuk, mint ahogy máshonnan be tudnánk szerezni. Vajon így van-e? Ugye tudjuk, hogy nem így van. A gáz esetében tudjuk, hogy Európában már mi veszük, már hogy országként Magyarország veszi ma legdrágábban a földgázt. Ugye az olajról nem tudjuk, hogy milyenek a pontos árak. Ugye ez a szokásos trükk, hogy a gázt is csak kerülő utakon lehetett megtudni, mert a kormány minden ilyenbe titkolózik. Mi ezért mondjuk azt, hogy az egyik legfontosabb dolog az lenne, hogy az összes energiabeszerzéssel kapcsolatos szerződést, adatot hozza a kormány nyilvánosságra. És az, hogy erre nem hajlandó, az szerintem erős bizonyítéka annak, hogy van mit titkolniuk, tudnék azt, hogy nem olcsóban, hanem drágában veszük. De akkor meg azt szoktam mondani, hogy a szerződés maga nem engedi meg, hogy nyilvánosságra hozzák, ez az orosz fél kérése volt. Hát nyilván úgy kötötte, hogy ne. De hát nyilván úgy kötötte, az orosz fél ugyanezért kéri azt, hogy ne legyen nyilvános. Még egyszer mondom, hogy a földgáz esetében van tőzsdei ár. A kőolaj azért nehezebb, és bocsánat, én is vagyok energetikai szakértő, de azért azt tudom, hogy természetesen itt ugye sokat számít az, hogy milyen minőségű kőolajról beszélünk, mert a finomítás, viszont kémia tanár vagyok, tehát azt tudom, hogy a finomítás során a különböző minőségű kőolajból különböző mennyiségű hasznos és kevésbé hasznos termékek állíthatóak elő, ezért aztán nem ugyanolyan az északi tengerezett Brent olaj, és nem ugyanolyan az uráli olajnak, nem csak az összetétele, hanem az értéke is különbözik egymástól, nehezebb összehasonlítani, ezt akartam csak mondani, de ha a szállítás drágulna, akkor biztos, hogy drágább lesz az olaj, akkor nem kérdés. Az, hogy a magyar kormány kitart az orosz szál mellett ebben az ügyben, hát szál tulajdonképpen, igen, egy csővezeték, tekintsük ezt úgy. Ezt teljesen irracionálisnak látja a mostani gazdasági helyzetben? Ezt a mostani biztonsági helyzetben látom teljesen irracionálisnak. Azért gondoljunk bele, hogy Magyarország kőolaj ellátása ma nagyon nagy részben egy olyan vezetéken múlik, amelyik háborús övezeten megy keresztül Ukrajnában.
azért az egy nagyon nagy kockázat. Az egy nagyon nagy kockázat. Szerintem ez elképesztő felelőtlenség, hogy nem gondol a magyar kormány arra, hogy képes legyen Magyarország arra, hogy máshonnan is fogadjon. Mondjuk az ukránok nem fognak ellene lépni ennek a vezetéknek racionálisan, mert egyrészt bevételük származik belőle, a tranzitdíj, amit említett, másrészt kőolajat kapnak vissza Magyarországról, feldolgozott formában, gázolaj formában. Igen, tehát az így van, tehát az a sajátos helyzet van, hogy nem érdekelt tulajdonképpen egyik fél sem abban, hogy ezt a vezetéket talán ezért működjön, de azért ott még egyszer mondom, ott háború van. Ott harci cselekmények zajlanak. Nem kell hozzá, az, hogy ez a szállítás leálljon, ahhoz nem kell szándékosság, ahhoz elég egy eltévedt rakéta, vagy eltévedt lövedék. Ha már harci cselekmények, szerencsére azért az túlzás a koszovói helyzetre ezt kijelenteni, de azért nagyon kemény helyzetbe kerültek a Magyar Káfor Alakulat tagjai. Én tegnap rosszul mondtam, mert a Mi Hazánk álláspontját, hogy hívják haza a Káfor egységet, a Magyar Alakulatot Koszovóból, adtam a DK közleményeként a nézők tudtára, ez nem így van, tehát a DK-nak nem ez az álláspontja, de mi? Ugye a Magyarország számára az, hogy a Balkánon, a mi közeli szomszédságunkban, Szerbiában, Koszovóban, vagy Bosznia-Hercegovinában béke legyen, az alapvető érdek. Szerkesztő úr hozzám hasonlóan már tapasztalta egymást, és emlékszünk arra, hogy a 90-es évek elején milyen volt, amikor valóban a magyar határon zajlottak harci cselekmények, de hát Koszovó sincsen nagyon messze Magyarországtól. Tehát szerintünk az helyes, hogy Magyarország szerepet vállalt, és szerepet vállal a béke fenntartásában. De éppen ezért életveszély az, amit a magyar kormány csinál. Mert egyébként ezek mögött, a szerb tüntetők mögött az a szerb kormány áll, Vučić elnökkel az élen, aminek a magyar kormány a legnagyobb támogatója. Szijjártó Péter néhány nappal ezelőtt durván beavatkozva a szerb belpolitikába. Ő, aki mindig föl van háborodva, hogyha bárki ennek egy nyilatkozatot tesz Magyarországról, ő elment Szerbiába, Belgrádba, és Vučić elnöknek a gyűlésén, hát szerbül, vagy többé-kevésbé szerbül tartott egy támogató beszédet. Tehát Magyarország itt azokat a szereplőket támogatja, a szerb kormányt, és egyébként a boszniai szerb köztársaság vezetését, akik egyébként Koszovóban, illetve Bosznia-Hercegovinában nagy mértékben felelősek a feszültség. Nem csak ők felelősek, és természetesen hozzáteszem, hogy a koszovói kormánynak is van ebben feladata, van ebben dolga. Én tagja vagyok az Európai Tanács parlamenti közgyűlésének, ahol azért foglalkozunk biztonsági, demokráciával kapcsolatos kérdésekkel is. És ott nagyon, nagyon pozitívan fogadták azt a megegyezést, ami korábban létrejött, ugye volt egy szóbeli megegyezés, ami, nem menjünk bele diplomáciai finomság, szóval nem írtak alá egyezményt, de elvileg megegyeztek abba, hogy rendezni próbálják ezeknek az önkormányzatoknak a helyzetét. Alapvető érdeke lenne egyébként Magyarországnak, alapvető nemzeti érdeke, hogy Koszovóban nyugalom és rend legyen, de a magyar kormánynak ezt kéne elősegíteni, és nem a feszültséget szítania. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.